Egyre növekedik a szabolcsi vendégforgalom a turisztikai szezonban, de már a főszezon előtt kritikussá vált a szakember hiány az idegenforgalomban. Országszerte keresik a szakácsokat, pincéreket, a konyhai kisegítőket. A vállalkozások nem sok jóra számítanak, mert azt látják, hogy lassú az utánképzés is. Köztudott, hogy a turisztikai szezonban bonyolítják le a legnagyobb forgalmat a vendéglátósok. Nyáron a szabadtéri rendezvényeken, fesztiválokon is főznek. Már a főszezon előtt kritikussá vált a szakemberhiány a turizmusban. Országszerte keresik a szakácsokat, mert nagy a külföldre való elvándorlás a szakmában. A jelenség érinti megyénket is. Vendégeket várnak ebben a nyíregyházi étteremben, elkészült az ebéd. A vállalkozás 21-25 főt alkalmaz, több telephelyen dolgoznak szakácsaik, pincére. A cég tanulókat is tart. A szállodákban, éttermekben és wellness központokban a minőségi szolgáltatás jegyében magas szintű szakmai elvárásokat támasztanak a dolgozókkal szemben. Vendégem a stúdióban Krivács András. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az előző témához egy picit kapcsolódunk, hiszen ott is a foglalkoztatás kapcsán szóba került az, hogy nagy az elvándorlás, és minden szektorban jellemző a munkaerő hiány. Már a főszezon előtt a turizmusban is jelentkezett ez, vagy látható volt. Tulajdonképpen ez nem tavaly előtt indult el ez a folyamat. Mit tapasztalnak? Hát valóban meg kell, hogy erősítsem, hogy valóban szakember hiány van, és nem csak a szakács szakmát, hanem a felszolgáló vagy pincér szakmát, vagy éppen a cukrász szakmát is meg lehet állapítani, hogy elhagyják a kollégák az országot is, kimennek Nyugat-Európába dolgozni, és itt nem csak a migrációról van szó, hanem arról van szó, hogy van, aki a szakmáját is elhagyja, és egy más szakmát, egy átképző szakmát választ, és egy más szakmából, más szakmatípusba vagy csoportba megy el dolgozni. Nehéz a dolga most a vendéglátósoknak, ugyanis tényleg a nyár kellős közepe, szakemberhiány van, de megfelelő módon jó felkészültséggel azért lehet jó szakmabelit találni a piacon. Mire lenne szükség, milyen szakemberekre lenne szükség, mint szállodatulajdonos, ezt látja a hétköznapokban, a gyakorlatban tapasztalja? Igen, mi, hogyha a saját magam példáját hozom, akkor mi az elmúlt 10 évben tudatosan készültünk el, ugyanis ez egy látható tendencia volt, hogy évről évre kevesebb szakember jut, és egyre kevesebb szakemberen osztoznak a vendéglátóegységek, szállodák, wellness szállodák, vagy éppen kisebb-nagyobb éttermek. Mi annyi tanulót tartunk és foglalkoztatunk évről évre, aki mellé egy szakember be tud állni és meg tudja tanítani arra a bizonyos feladatra vagy részfeladatra, amely az iskola kioszt számunkra. Ezeket a tanulókat úgy képezzük, hogy saját magunknak képezzük a munkaerőt, és felajánljuk nekik a iskola elvégeztével, hogy ott maradhatnak dolgozni. És természetesen, hogyha más kollégák is ezt az utat választják, akkor saját magunknak tudjuk képezni a munkaerőt, és nem kell a munkaerőpiacról lasszózni más éttermekből, vagy éppen más országokból a munkaerőt, hanem tudjuk magunknak képezni. Ez a cél, és én úgy gondolom, hogy a munkahelyteremtésnek egyik fő ága, vagy egy fő bástyája az, hogyha saját magunknak képezzük a tanulókat és a munkaerőt, ugyanis az a tanuló, amely eltölt egy vendéglátóegységben 2-3 évet, attól függ, hogy milyen képzésben vesz részt. Ha más nem, akkor annyival sokkal-sokkal előrébb jár a többi munkavállalóval szemben, hogy legalább tudja, hogy melyik ajtó merre nyílik, mit, hol talál, fölismeri az adott alapanyagokat, hogyha jó a mestere, vagy jó a nevelője, aki munkára neveli, akkor a munka szeretetét, az alapanyagok tiszteletét is meg tudja tanulni egyben. És másrészt pedig beleszokik abba a munkakörnyezetbe, ahol ő a gyakorlatát is töltötte. Mostanában igyekeznek a szakképzést, a középfokú képzést úgy irányítani, úgy szervezni, hogy a munkaerőpiaci igényekhez igazodjon, a hiány szakmákat támogatják. Ezek a szakmák hiány szakmának minősülnek egyébként? Hát ez jó kérdés, most átalakulóban van a teljes struktúra, bevonták a szakmai szervezeteket, mi próbáltunk segíteni a Nemzetközi Minisztérium, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a szakmai szervezetek struktúraváltáson vannak túl, talán szeptember, októberben az új OK-ik is ki fognak jönni, és az ezzel kapcsolatos mindenféle módosítás, amelyet bizonyos részét támogathatónak látott a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség, bizonyos részét pedig nem.
Nyilvánvalóan ez folyamatosan változik is, hogy mi kerül a támogatottak, vagy a támogatott szakterületek közé, és mi kerül ki onnan. Ez a munkaerőpiacon megfigyelhető, hogy hol, mikor, miből van hiány, de egy másik fontos kérdés, hogy egyáltalán választják-e, vagy szívesen választják-e ezt a szakterületet a fiatalok manapság. A bér az motiváció abban is, hogy külföldre menjenek dolgozni, de nem ez az egyetlen oka, ezt már több szakmában is mondják, hogy a külföldi munkavállalást választják inkább. Igen, megkérdeztünk mi is kollégákat, akik kint vannak külföldön, hogy mi az a fő cél, amiért ő visszajönne Magyarországra dolgozni, és a bér volt a harmadik vagy a negyedik mondani valója a kollégáknak. Talán inkább a kiszámíthatóság az, ami sokkal fontosabb volt számukra, hogy kiszámíthatóan hosszú távon tudjanak dolgozni ugyanott. A letelepedés miatt azért tudjuk, mi magyarok nem vagyunk az a vándorló típus, hogyha valahol letelepedünk, akkor nagyon, nagyon szívesen helyhez kötve élünk. Ez Nyugat-Európára nem jellemző, ott, hogyha kell, akkor 200-300 kilométereket vándorolnak, akár a munkavállalók, vagy több órát ülnek a metrón, vagy éppen autóbuszon, vagy autókon, és úgy mennek a munkába dolgozni. A kint dolgozó, Nyugat-Európában dolgozó kollégáinknak a közel 40% azért csak visszatér egy éven belül Magyarországra, ugyanis nem találta meg a számítását ott kint, és sokkal-sokkal nehezebb nekik majd visszaállni az itteni kerékvágásba. Én arra biztatok mindenkit, minden munkavállalót, hogy keressék a munkát, keressék a jó munkahelyeket, és tessék Magyarországon dolgozni. A turizmusban pedig van is helye a szakembernek, ez lényeges. Az elmúlt időszakban láttuk a számokat, láttuk azt, hogy a belföldi forgalom a turizmusban növekszik, és bizonyos térségekben pedig számottevő növekedés tapasztalható. Ez az észak-alföldi régió is ide sorolandó. Mi a tapasztalat már így a szezon derekán? Óriási vendégszámnövekedés van, ez tény és való. A vendégészakák száma is növekszik, a vendégeknek a száma is növekszik, a küldőpiacok is bővülnek, hála jó Istennek. És hogyha azt mondjuk, hogy most már Debrecen vagy Nyíregyháza bekapcsolódik teljes mértékben abba, hogy Európát elérjük bármilyen szempontból, azért Milánó, Barcelona, hogyha ha nézem, akkor az északi, Európa északi része is akár egy karnyújtásnyira van, akár repülővel, vagy hogyha az autópályát nézem, azért becsatlakoztunk a világ hálózatba, ugyanis majdnem az ország határig van autópálya. Tehát vásáros nem mindig mindenféle tekintetben, és meglepően tapasztalom, hogy azok a kollégák, akik még nem voltak nálunk, vagy éppen vendégek nem voltak nálunk, akár Baktaló Rendházán, vagy Nyíregyházán, ők örömmel látják azt, hogy a 2,5 óra Budapest, és onnantól kezdve akár egy másfél óra is már a Nyugat-Európában köt ki a vendég, vagy éppen mi, hogyha arra autókázunk. Tehát benne vagyunk a világ pezsgésébe. Az észak-alföldi régió jó váltott, a víz nagyhatalom lettünk. Gyógyvíz nagyhatalom lettünk, és szívesen választanak bennünket, akár a külföldi, akár a belföldi turisták. Itt azért megjegyezem, hogy a szép kártya egy óriásit harap ebből a csomagból. A szép kártya elfogadó helyeknek a 60%-a a bevételének a szép kártya bevételből van. Ez egy előremutató jel, és köszönjük szépen, hogy mi is szép kártya elfogadói lehetünk, és támogathatjuk ezzel az észak-alföldi régiónak a turisztikai bázisát, és növelhetjük a vendégészakáknak a számát. Mit látnak ebben a térségben, a nyírségi térségben, Baktaló Rendháza környéke, mennyire vonzó az ide látogatóknak, vagy a turistáknak, ugye egyfajta aktív pihenést kínálnak számukra? Igen, tehát hogyha a nyírséget nézzük, és a középnyírséget, akkor benne Baktaló Rendházát, hogy mindig el szoktam mondani, hogy akarva vagy akaratlanul Baktaló Rendháza beletapinthatóba, és egy olyan turisztikai attrakciót sikerült létrehozni, ahol a kastély, a templomok, a kvaliti minősítéssel rendelkező szálloda és étterem, maga az erdő egy olyan attrakciót, egy olyan élményt nyújthat a vendégnek, hogy egy hosszú hétvégét úgy eltölt Baktaló Rendházán, hogy a megye többi részére már ki sem látogat. De hogyha csillagtúrára érkezik éppen Baktaló Rendházára vagy a középnyírségbe, akkor, hogyha Nyírbátor gótikáját, Mária Pus csodáját és a nyírségi embereknek a vendégszeretetét megtapasztalja valaki, biztos lehetünk mi is benne, és ő is biztos lehet benne, hogy a jövőben is visszalátogat akár a nyírségbe, vagy éppen karnyújtásra lévő Nyíregyházára, vagy éppen Vásárosna, mint Kisvárda. Egy remek helyszín, egy remek hetet el lehet tölteni úgy, hogy nem vágyik vissza az ember akárhonnan is érkezzen. Vagy pedig egy másik célközönség, akik a fesztiválokra érkeznek, hiszen a megyében az elmúlt hétvégén is, de a következőben is rengeteg ilyen fesztivál lesz. Több időt töltenek el Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és több helyre el tudnak látogatni. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm.